Jó reggelt kívánunk, mai első két vendégünknek, tehát Z. Kárpát Dániel és Keresztes László Lórán. Jó reggelt kívánunk. Önöket. Jó reggelt kívánunk, köszönjük, hogy itt vannak. Az előbb a Tamással, amikor felkonferáltuk a most kezdődő beszélgetést, akkor az egyik téma, amit említettünk, rengeteg dolgot szeretnénk önökkel megbeszélni, az a kilakoltatási moratórium meghosszabbításának az elutasítása a kormány részéről. Z. Kárpát Dániel nem fogalmazott túl puhán. Azt mondta, hogy szerinte ez gyilkosság, meg kellene hosszabbítani a járványügyi veszélyhelyzet végéig. Így van, egy járványügyi vészhelyzet közepén utcára tenni elhelyezés nélkül családok a gyilkossági kísérletként fogható fel, hiszen az életük kerül veszélybe egy ilyen helyzetben, és egészen elképesztő, hogy hónap végével lejár az a moratórium, amivel kapcsolatban én is egy kérdést intéztem a parlamentben az egyik miniszterhez a héten, és tulajdonképpen értetlenül álltak azelőtt, hogy mi a problémám azzal, hogy 2010 óta több mint 18 ezer család kilakoltatásához asszisztált a kormány. Van egy paktum a bankok és a kormány között, egyébként 2015-ben köttetett, és fönn van a kormány honlapján, ahol megegyeztek a pénzintézetekkel, hogy egy forintnyi terhet sem okoznak nekik a károsultak helyzetének rendezése érdekében, valamint kvótákban állapodtak meg, iparszerűen rakják ki az embereket a lakásaikból. Nyilván részletezhetnénk azt is, hogy kik szerzik meg az ingatlan tulajdon. De ami még fontosabb... Van ebben tendencia? Bocsánat, ó, hogy ne lenne. Olyan felszámoló és ingatlan befektetői körök sejlenek fel a háttérben, akik nagyon sokszor kormányzati jóbarátokig vezetnek el, nagyon sokszor pedig nyilván csak a piacon nyerészkedő hiénákig, de láthatjuk, hogy töredékáron szerzik meg az emberek otthonait, aztán hasznosítják saját köreikben. Éppen azért, hogy megállítsuk ezt az egész láncolatot, most, amikor nem lehet utcára vonulni, nem lehet demonstrációkat tartani, a Jobbik egy országos online petíciót indított a kilakoltatások megállítása érdekében. Ez a központi honlapunkon bármikor elérhető. Viszonylag kényelmes helyzetben vagyunk, hiszen utcára vonulás helyett otthonról néhány kattintással tudjuk segíteni azokat az embereket, akiknek ha a hangját eléggé felerősítjük, akkor úgy gondolom, hogy ezt az őrületet a következő két hétben meg tudjuk állítani. Két okból gondolom ezt. Egyrészt Lórival együtt minden ellenzéki barátunk egyetért abban, hogy ez egy őrület, ez nem maradhat így. Nyilván a velünk barátságos médiumok, újságírók, szakemberek, jogvédők felerősítik ezeket a hangokat. Másrészt pedig hát jobb baloldaltól függetlenül én jobboldali ember révén és nemzeti gondolkodású ember révén bárkinek szívesen segítek. Nem kérdezzük a kilakoltatásokon, hogy ki milyen világlátású. Bármilyen gondolkodású az ember, el kell, hogy utasítsa ezt az őrületet, és egy alapvető humánumot kell bevezetnünk a közéletbe, aminek része az, hogy ne játszunk emberek életével, ne játszunk emberek otthonába, mi a jólétet szeretnénk biztosítani mindenkinek, vagy legalább ennek lehetőségét, ez viszont otthon nélkül nem megy, ezért szeretnénk a gyilkossági kísérletet. Ez persze már csak egy következmény, már mint az, hogy kilakoltatásokra kerül sor, a fő probléma az ott van, vagy ott kezdődött, amikor a hitelek megkötésének körülményei nem biztos, hogy mindenki számára teljesen tisztán és előreláthatóan történtek. Hát sajnos most ez megismétlődni látszik most a hitel moratórium kapcsán, sokan tájékozatlanok ebben, és most derül ki egy év után már, hogy milyen hát plusz költségekkel jár a számukra, hogyha most egy évig nem fizették a részleteket, bizony ez meghosszabbíthatja és jelentősen növelheti majd a későbbében törlesztendő összeget. De másik vendégünket is, bocsánat, hagyjuk egy kicsit szóhoz jutni, még nem volt szerencsénk hallani Keresztes László Lóránt hangját ma reggel, és egy másik nagyon fontos dolog történt tegnap, ha térjünk rá arra is, hogy mégiscsak egy aktuális műsor vagyunk, hogy benyújtották a törvényjavaslatokat, ugye nem sokkal évfél előtt már megint, melyek állami tulajdonú felsőoktatási intézményeket azok teljes vagyonával együtt magánalapítványokba szerveznék ki. Nem új a történet, de azért ez mégiscsak mérföldkő. Így van, köszöntöm a kedves nézőket. Maradéktalanul egyetértek képviselőtársammal. Ugye most az is a feladatunk, hogy most nem lehet utcára vonulni, nem lehet tiltakozni, de fel kell hívni minden lehetséges fórumon a figyelmét a magyar közvéleménynek, hogy milyen gyalázatos dolgokat követel a kormány. Ugye egyfelől látható, hogy a gazdasági válságkezelés az megbukott teljes mértékben, elégtelen, nem segítenek a legnehezebb helyzetbe került embereknek, legnehezebb helyzetbe került családoknak, de még ilyen gyalázatos intézkedéseket is hoznak, vagy éppen nem teszik meg, amit meg kéne, erre fel kell hívni a figyelmet. Bocsásom, hát, csak egyensúlyozott tájékoztatás kedvéért hadd tegyem hozzá, hogy a most készült kutatások szerint a magyar embereknek a saját pénzügyi helyzetükkel kapcsolatos benyomásuk, percepciójuk jelentősen javult.
Én azt gondolom, hogy ha többféle kutatást megnézünk, akkor láthatjuk, hogy milyen jellegű problémákkal szembesülnek az emberek, és alapvetően a mindennapi megélhetés problémáival szembesülnek nagyon sokan, óriási problémát jelent, és a megélhetés költségei jelentik a legfontosabb problémát. De amit említett szerkesztő asszony, itt egészen elképesztő folyamatok zajlanak. Én magam nem tartozom azon ellenzéki képviselők közé, akik mondjuk feleslegesen kiáltják azt, hogy ég a ház, de most én is azt mondom, hogy nagyon nagy a baj. Tehát itt a járvány, a súlyos járványügyi helyzet és a mély válság árnyékában a kormány egy olyan tendenciát indított el, vagy erősített föl, amivel gyakorlatilag a közvagyonnak egy jelentős részét úgy akarják saját felügyelet alatt tartani, vagy saját felügyelet alá hajtani, hogy a szándékuk szerint egy kormányváltás esetén ezeket a folyamatokat ne lehessen visszaállítani. Ugye beszéltünk itt az egyetemekről. Ezt látni kell mindenkinek, hogy itt egy hazugság volt az, hogy valamilyen módon fejleszteni akarják a felsőoktatást. Ez kiderülhetett a múlt pénteki vitából is, hogy semmilyen indokot erre nem tudtak mondani. Tehát a legjobb egyetemek jellemzően állami fenntartásúak. Továbbá az egyetemek sok helyen, a legtöbb helyen úgy döntöttek, hogy belemennek ebben a modellváltásnak csúfolt folyamatba, de oly módon, hogy megfogalmaztak garanciákat. Tehát például az egyetemi vezetőség, az egyetemi szenátus tudja meghozni a legfontosabb döntéseket az egyetemek jövőjére vonatkozóan, de ezeket a garanciákat nem adja meg a kormány. Tehát látható, hogy konkrétan fideszes politikusokkal feltöltött alapítványok, kuratóriumok akarják a Fidesz szándékai szerint az egyetemek sorsát a következő nagyon-nagyon hosszú időszakban meghatározni. Gyakorlatilag az egyetemeket, az egyetemi vagyont, az egyetemi ingatlanokat és az egyetemi döntéshozatalt politikai irányítás alá akarják helyezni. Olyan módon, hogy ezt egy járványügyi helyzetben, egy súlyos válság idején teszik. Erre én azt gondolom, hogy nem lehet kellően kemény szavakkal reagálni. De mennyire nyugodtak meg a kormány helyreigazítása vagy kiegészítő nyilatkozatai kapcsán a Fudan Egyetem kontra budapesti diákváros ügyben, hogy mindkettő megvalósítható, nem látják ennek akadályát? A legnagyobb probléma az, hogy a harcos nemzeti retorika mögött Európa egyik legszolgalelkőbb és legszűkmarkúbb kormánya áll. Szűkmarkú, amikor a munkanélküli ellátással találkozunk, hiszen ez a leggyengébb Európában. És szolgalelkű akkor, amikor német autógyártókat és kínai vagy keleti nagybefektetőket kell kiszolgálni. Lóri szerintem a rekordere annak a parlamentben, aki a Budapest-Belgrád értelmetlen 2000 év alatt sem megtérülő befektetést hozta fel és vágta a kormánypárti képviselők szemébe. Én pedig lakhatási szakpolitikusként azon vagyok felháborodva, hogy több évtizedes mulasztások állnak fenn kollégiumi férőhelyek, bérlakásprogram hiánya tekintetében. Ez az őrültség pedig, hogy kínai megahitellel, kínai vendégmunkásokkal, de a magyar adófizetők pénzéből tulajdonképpen egy külföldi egyetemet épített Orbán Viktor és csapata. Egészen elképesztő, a magyar diákváros és ez a beruházás egyszerre egy helyen értelemszerűen nem épülhet fel. És hát az a kétségbe... Mondják, a területen elférnek, és megvan... Látjuk a kétségbe esett kormányzati magyarázkodás szándékát, de amikor ilyen izzadságszagú magyarázatokat hoznak elő, hogy egy lokációra két központot kívánnak elhelyezni, látszik, hogy valahol hazudnak. A helyzet az, hogy 10 év kormányzás után, ha akart volna diákvárost Magyarország kormánya, az a város már évek óta állna. A helyzet az, hogy minden évben benyújtjuk a költségvetéshez a bérlakás programra és a kollégiumi bővítésre vonatkozó javaslatainkat, az álnemzeti, álkeresztény kormány pedig minden évben elárulja a magyar jövőt, a magyar fiatalokat, 11 éve szabotálja el ezt a nemzetstratégiai célt, és látjuk, hogy 11 év alatt több tízezer, 100 000 magyar fiatal is a kivándorlók közé került, a több százezres kivándorló tömegben, és amióta Fidesz van kormányon, az utóbbi bő 10 évben 1 millió fővel csökkent a Kárpát-medencében élő magyarok száma. Ez sajnos köszönhető népességfogyásnak, de az elképesztő mértékű kivándorlásnak is, ezzel szemben nem léptek fel, viszont az idegen befektetéseket, külföldi befektetéseket ilyen fokon támogatják, tegyük hozzá, itt a magyar jövővel szemben. Ugye az fontos elmondani, hogy a diákok elhelyezésével vagy lakhatási problémákról is beszélt kapcsolatban, azt mondták, hogy ez 10 000 diáknak az elhelyezését fogja megoldani majd. Váltig állítják, hogy igenis meg lesz a diákváros. Más kérdés, hogy ki mennyire hisz a kormánynak, az nyilván majd jövőre a választásokon eldől. De hogy látják ezt? Egyáltalán, tehát fizikailag ennek van realitása? Nem tudom, nek utána néztek, hogy mind a két beruházás megvalósuljon?
azt gondolom, hogy nagyon fontos beszélni arról, amiről a képviselőtársam is beszélt, hogy milyen nagyságrendekkel szórják el a magyar emberek pénzét annak érdekében, hogy a kínai nagyhatalmi érdekeket engedjék itt érvényesülni. Az említett Budapest-Belgrád vasútvonal csak alapáron 700 milliárd forintot jelent majd, de minden költségével együtt, kamatokkal együtt, ugye kínai hitelből előfinanszíroznak, közel 1000 milliárd. Ez a Fudan Egyetemnek, kampuszának az ide telepítése több mint 500 milliárd forintba kerül. Tehát ez az összeg, amiből a magyar adófizetőkkel akarnak egy kínai kampuszt építeni, ez lényegesen több, körülbelül másfélszerese annak, amit egész évben a teljes magyar felsőoktatásra fordít a kormány. Tehát egyfelől privatizálják gyakorlatilag fideszes magánalapítványokban a magyar állami egyetemeket elképesztően értékes ingatlanokkal. Sok ezer embernek a munkahelyével játszanak. A másik oldalról pedig idejön egy a kínai kommunista párt által irányított, ideológiai alapon irányított egyetem, és nem a kínaiak, pontosabban a kínaiak építik meg, de nem az ő pénzükből. A magyar adófizetők 500 milliárd forintjából akarják ezt a kampuszt megépíteni, úgyhogy kínai cégek, kínai technológiával, kínai felügyelettel teszik. És ugye egyrészt az önmagában egy kimondhatatlanul nagy gyalázat, hogy ekkora pénzt a magyar adófizetők pénzéből erre költenek, mert akkor nyilván másra nem jut az egészségügyre, nem jut valójában a magyar felsőoktatás fejlesztésére. Másik oldalról, és erről is beszélünk kell, ez óriási nemzetbiztonsági kockázatot is jelent. Egyfelől ugye mondhatjuk, hogy a kínaiak egy hitfőállást fognak felépíteni Magyarországon, és ez egy nagyon komoly kockázat Magyarországnak, de egy óriási kockázat egyébként az egész Európai Uniónak. Mindez ugye nyilván felháborodás kelt, hogy ez most vagy részben érthető, hogy nagyobb a felháborodás a járványügyi helyzetben, mert jó sok minden másra is kéne pénz. Picit beszéljünk arról is, a tegnapi kormányinfón sok érdekes dolog hangzott el a nyitással általánosságban a járvánnyal kapcsolatban, valamint a védettségi igazolványhoz kapcsolódó jogokról is szóltak, miszerint a kormány majd 3,5 millió beoltó után dönt majd erről. Nézzük meg egy összefoglalót, aztán folytassuk a témában. Az oltási program... Most már bárkinél megcsörrenhet a telefon, aki regisztrált védőoltásra. Hangsúlyozta az operatív törzs tájékoztatóján a Népegészségügyi Központ osztályvezetője. A mai napig egyébként több mint 4 millió 200 ezeren jelezték oltási szándékukat. Ezt már Gulyás Gergely közölte a kormányinfón. Azt is elmondhatjuk, hogy az oltóanyagok között nincs érdemi különbség a hatékonyságban. Az AstraZeneca vakcináját a miniszter kiválónak minősítette. A Sputnikról azt mondta, hogy a legjobbak között van, szerinte a nyugatiaknál is jobb. És a második oltást is megkapja időben mindenki. A Janssen oltóanyagot vizsgálják, a kínai vakcináról szóló vitát azonban értelmetlennek nevezte a miniszter. A második oltást követően a kínai vakcina ugyanolyan vagy jobb védelmet biztosít, mint a Magyarországon megkapható többi vakcina. Az ATV kérdésére Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy 3,5 millió beoltottnál dönt a kormány a védettségi igazolvánnyal igénybe vehető plusz jogokról. Szerintem már 4 milliós oltottságtól lesznek olyan szabályok, amelyeknél lesz jelentősége annak, hogy valaki rendelkezik oltási igazolványal, azaz beoltották vagy sem. Van egy oltás, akkor be... A kormány arról is döntött, hogy a reklámfilmek mellett mostantól óriás plakát kampányt indít az oltás népszerűsítésére. Ezeken ismert emberek buzdítanak a felajánlott vakcina elfogadására. Na mit gondoljunk erről az elhangzottakról? És egyáltalán példa, hogy az a bizonyos kártya mire lesz majd jó, hogy még tényleg nem tudjuk, miközben már ez néhány nap vagy egy hét múlva már aktuális lesz. Ma már említettük azt a kétségbeesést, ami a kormánypárti képviselőkön látszik. Alapvetően, ha valaki nagyon nagyhangú, agresszív lekezelő a másikkal, sokszor emögött ugye belső bizonytalanság áll. Az igazán ijesztő az, amikor kormányzati szinten tapasztalható a belső bizonytalanság, és ez kivetül egy egész országra. Az alkalmatlan vezetők alkalmatlansága ilyenkor kidomborodik. Azt látjuk, az előzőekben elhangzottak, most nem az a baj, hogyha alapítványi formába kerül egy intézmény, mert önmagában ettől működhet jól. Nem az a baj, ha idejön egy külföldi egyetem, mert építheti a magyar fiatalságot is. Az a baj, ahogyan megvalósítják ezeket a dolgokat, és az oltási kártya ennek iskola példája. Olyan emberek számára küldik ki, akik egyértelműen deklaráltan nem védettek, egy hamis illúziót, egy hamis látszatot keltenek azt illetően, hogy visszakaphatjuk a mindannyiunk által hát nagyon hiányolt életet. A konkrét emberben hamis biztonságot potenciálisan, ami nagyon nagy kockázat. Az ilyen hibák nem technikai hibák, hiszen ezek emberéletekbe kerülhetnek. Nekem is rettenetesen hiányzik egy rockkoncert, mert ott éltem le az egész életemet. Hiányzik egy Kispest mérkőzés, mert Kispest szurkoló vagyok 3 éves korom óta. Hiányzik a társasági
szociális élet, de nem szabad embereket abba a hamis illúzióba ringatni, miszerint most már visszatérhetünk ahhoz, amit még nem kaptunk vissza. És nagyon-nagyon súlyos hibának tartom, hogy láthatok Gulyás Gergely nyilatkozatait, hogy a tegnap kijött tőle egy interjú, és egészen elképesztő módon gyalázatos kijelentéseket tett a pedagógusok egyik érdekvédelmi szervezetére. Tehát egy ilyen kritikus helyzetben, amikor tudjuk azt, hogy a tanárok tényleg ott vannak a kockázatok közepette, és hogy milyen kihívás hárul rájuk, hogy egyrészt hogy a digitális oktatással, másrészt a közvetlen iskolai oktatással, hogy ezt meri nyilatkozni miniszteri pozícióból egy fideszes pártpolitikus, hogy ellenzéki szervezetnek titulálja pedagógusok szakszervezetét, ezt én a leghatározottabban visszautasítom. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a legnagyobb hála hangján szólhatunk csak mindenkiről, aki a frontvonalban küzd azért, hogy a gyerekeink megkapják az oktatást biztonságos körülmények között. Mindenkinek, aki a magyar emberek egészségének és biztonságának megőrzésért dolgozik. És ez szerintem a legalja. Ugye látjuk a dilettantizmust, látjuk a kapkodást, de hogy nemhogy megbecsülnék ezeket az embereket, akik dolgoznak most jelen esetben például a tanárokat, de még elképesztő vádakkal is illetik. És egyébként szinte mindent elmond a kormányról, hogy október 2-án, amikor egy virológus professzor felhívta a figyelmet, hogy késlekedik a kormány a megfelelő intézkedésekkel, és nagyon elszaladtak a számok, akkor itt az A televízióban az egyik miniszter helyettes, az egyik befolyásos politikus riogatással vádolta meg ezt a pécsi virológus professzor, és azt mondta október 2-án, hogy stabilizálódtak a számok. Na most ezt a kijelentést vessük össze azzal a tragédiával, ami megtörtént ebben az országban. És ez szerintem mindent elmond ennek a kormánynak a dilettantizmusáról és az aljasságáról. És ezt a szót kell használni akkor, amikor ilyen vádakkal és ilyen szavakkal támadják a pedagógusok érdekvédelmi szervezetét. Uraim, köszönjük szépen, hogy elmondták a véleményüket a felvetett témákról. Köszönjük a lehetőséget.